Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták, ez szóba áll a bűnösökkel, és együtt étkezik velük. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta közöttük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba, ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizzel sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt és így szólt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben? Én meg itt éhen halok. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útnak is indult, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, de életre kelt, elveszett, de megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiúként volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallott a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségbe haza visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérleni kezdte. De ő szemére vetette atyának, látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat, és te nekem még egy gödöjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjölt, hízlatborjút vágtál le neki. Ő erre ezt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, mindenem a tiéd. Most azonban úgy illet, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre támadt, elveszett. És újra megkerült. Ezek az evangélium így. Krisztusban szeretett testvéreim, sokszor hallottuk már Urunk Jézus ajkáról ezt a megrendítő példabeszédet, de ne higgyük, hogy kimerítettük. Talán arra kellene figyelnünk, amire nem szoktunk, hogy kiknek üzente akkor ott ezt a példabeszédet. Mert ezt megragadjuk, akkor hirtelen nekünk is szól.
Pontosan megjelöli az evangelista. Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézus, hogyha hallgassák őt. Ezek voltak a hűtlenek és az erkölcstelenek. A farizeusok és írástudók, ezek voltak a vallásosok, akik a törvényt be akarták tölteni. Méltatlankodtak emiatt. Zugolódtak és azt mondták, ez szóbál a bűnösökkel és együtt étkezik velük. Erre válaszolva a következő példabeszédet mondta neki. Tehát mind a két kategóriának. Az idősebb hűséges nem volt tékozló fiú, de nem értette atyát. Idegenül volt otthon. A fiatalabb hűtelen, és nem is számít már az ilyen fogadtatásra. Tehát mind a kettő egyformán megdöbbentette az atya viselkedése. Hiszen azt mondta a tékozó fiú, hogy béresei közé akar belépni. Jegyezzük meg, hogy egy emberi kapcsolat, ami megtört, nem állítható vissza. Csak egy magasabb szinten. Ha mind a kettő fölbukik az árból, és meglát egy olyan világot, amit eddig nem látott. Egy atyának két fia volt. Jézus mindig egyetlen atyáról beszél, az ő atyáról, aki nekünk embereknek is atya. Ez az evangélium alapvető üzenete. Persze pontosan tudni kell azt, amit Mária Magdolnának mond föltámadása után, most fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Jézus soha nem mondja velünk a mi atyánkot. Neki nem úgy atya, mint nekünk. Ez az örömhír. Testvéreim, ha újra nem tanuljuk a katekizmust, a hitünket, hiába járunk predikációra, összeomlik az egész. Az evangéliumok evangélium az, hogy kicsoda a názáreti. Ő nem vallás alapító. Nem Izrael egy bölcse, hanem az istenség mélységeiből jött elő. Én fölülről való vagyok, ti alulról vagytok. Tőle jöttem ki, most elhagyom a világot, és hozzá megyek. Persze egy két lehetőség van. Vagy egy zsidó, aki megőrült, és Istennek képzeli magát. De akkor nem feszítették volna keresztre, hanem a bolondok házába tették volna. Egy. Kettő. Egy zsidó nem találja fel a Szent Háromságot. Akkor nem azt mondta volna, hogy én és az Atya egy vagyunk, hanem én vagyok. A János evangéliumban Jézusnak a szavai is bizonyítanak, csak nem gondolunk bele. És főleg az, hogy harmadnapra föltámad dicsőséges testben, nem visszajött. És 40 napig kommunikált a híveivel. Isten soha senki sem látta, csak az egyszülött fiú, írja János, aki az atya keblén van. Pontosan azért jött, hogy kinyilatkoztatja az atyát, és valami végtelen szeretetet, amelyet irántunk táplál. Messze a bűnbocsánat irgalma fölött. Van egy csodálatos könyörgés az egyháznak, minden könyörgés csodálatos, annyira csodálatos, hogy meg se jegyezzük, mert olyan tömény teológia van benne. A mise első könyörgése. Például egy ilyen. Isten, aki az emberi méltóságot csodálatosan megalkottad, és még csodálatosabban újjáalkottad. Tehát a paradicsomi állapotban levő első emberek, az csoda volt. Elbukott az ember, elszakadt, maradt a megbomlott emberi természetünk, küszködünk a bűnnel, de még csodálatosabban megújított, mert Ádám nem ismerte az atyát, a fiút és a szent lelket. És nem ismerte meg Istennek azt a szeretetét, amely a keresztig megy értünk. Még csodálatosabban megújította. Egy embernek, egy atyának két fia volt. A hűségesek, az otthonmaradók és a tékozlók. Az atyai házat elhagyók. A farizeusok voltak az otthonmaradók. Vigyázzunk,
később lesz a farizeus szó, hogy képmutató meg rossz. Jézus korában azért nem így van, testvérek. Azért a Biblia kutatás is segít a hitünkbe. Az volt a vallásos párt. Az egy csodálatos. Állandóan futkostak a rabbihoz, hogy rabbi, mondd meg nekünk, mit kell tennünk, hogy tartsuk be a szombatot? Hogyan kössük fel az imaszíjakat? Hogy nehogy védsünk valamelyik parancs ellen. Egy baj volt, hogy a sok parancs mellett elfelejtették, hogy Istennek arca van és szeret minket. De ezek valóban otthon voltak. És azért a nyilvános bűnösök, ne avassuk őket szenté. A vámosok azok erkölcsileg is és nemzetileg is szennyesek voltak, mert az ott állomáshoz a szovjet, bocsánat, ugye római hadseregnek beszedték a vámot, azok azt mondták, hogy nekünk annyit adtok, amennyit mi kérünk, a többi a tietek lehet. Élősködtek a többi nyakán, nem is mertek menni a zsinagógába. És hát ott vannak a nyilvános bűnösök. Az irgalmasság évébe sokat vétünk két dologgal. Összemossuk a két kategóriát. Mintha mindegy lenne, hogy valaki törekszik Isten parancsait betartani, bár gyönge, és egy másik, aki meg pontosan ellene él. Illetve ez a másik vétség, az Isten irgalmasságát csupán erkölcsi síkon értelmezzük. Hogy a bűnbánó bűnösnek megbocsát. Ez kevés. Az ő irgalma még magasabbra emel bennünket. És hát az Úr Jézus példabeszédeiben pontosan arra kell figyelni, ami kicsit botrányos. Ez is botrányos. Hát nem is érti az idősebbik fiú. Vagy például az, amikor az utolsó órában hív meg a szőlőbe a gazda munkásokat, és az utolsónak is annyit ad, mint az elsőnek. Hát hol van itt az igazság? Sehol. Itt a példabeszéd kiukad. Itt Jézus istensége beárad az emberi szavakba, mert nem pénzt ad az Isten, hanem önmagát. Nem tud kevesebbet adni. Önmagát adja. Itt is valami ilyen van. Szóval egy bizonyos szinten az idősebbik fiú botránkozásával egyet kell értünk. Egyet kell értenünk. És valami nincs rendben. De az atya nem a régi rendet akarja fel visszaállítani. Isten nem rehabilitál. Az a kormányoknak a dolga. És a rehabilitációval sose intézünk el semmit. Maradnak a sebek. A gulágot betemessük. Auschwitzet eltöntessük. Akkor lehet, hogy újra kezdődik. Ha meg mutogatjuk, akkor megint újra kezdődik. Nincs megoldás erkölcsi szinten. Ezért jött el az Isten fia. Hogy mind a jókat, úgymond a jókat, mind a gonoszokat egy magasabb szintre emelje. Ez a teológiai szint. Ez nem az erkölcsi szint. Olyan irgalmasságot tapasztal meg a tékozó fiú, amelyben ő nem rehabilitálva van, visszaállítva a régi státusba, egyébként nem is azt kérte, hogy fiadnak fogadj be, hanem a szolgáid közé vegyébe. Én nagyon jól tudta a helyét. Eljátszottuk. Egy házasságtöréssel megtörik a házasság, de vigyázzunk, ha Krisztusban vagytok, akkor mind a kettő egy magasabb szinten, még nagyobb szerelemre találhat. A sértett is, meg a sérült is. Ez egy nagyon fontos dolog. Az erkölcsi szint fontos. De Jézus nem ezt hozta. Nem a tíz parancsolatot, hanem az atya kinyilatkoztatását. A hűséges, az idősebb fiú ezt látva, hogy megbocsát neki, megbotránkozik, mert görcsösen az erkölcsi szinthez ragaszkodik. Nekem igazam van, az öcsémnek nincs igaza.
Ez így van. De Jézus fel akarja emelni az igazakat is, meg a gonoszokat is egy újabb szintre. Hová? A szentség szintjére. Egyedül Isten a szent. Amiket mond az atya, nem válaszol a fiúnak, hogy csak szolgáidnak fogad, hanem rendelkezéseket ad ki. Persze részletezhetjük azt is, hogy mozdassátok meg, mert büdös. Hozzátok elő a legdrágább ruhát, gyűrűt az ujjára, vágjátok le a izzadborjuk, nem fiam lesz, hanem barátom. Amikor az Úr Jézus azt mondja, barátaim vagytok az utolsó vacsorán. Mert mindent tudtul adtam nektek. És ezt látva, hirtelen érzi az idősebbik fiú, hogy ezen a szinten ő nincs. Még most is lemaradt. Ezért hívja. Mert az idősebbik fia így beszél, hogy ez a te fiad. Nem. Ez a te öcséd. Veszitek észre abba a pillanatban, hogy Európa megtagadta a Teremtő Istent, egy olyan árvaház lett, ahol mind megbolondulunk. Nincs bocsánat, csak az Atyán keresztül. Csak ő tud megbocsátani a tékozlónak is, meg a hűségesebbnek is. És akkor így kell elfogadni egymást. Jézus az szentséget hozta, Istennek a szentségét. Jól értsétek, amit mondok. Az emberi beszéd határáig el kell menni a predikációba, mert akkor nem helyesen beszélünk. Mert isteni kinyilatkoztatás birtokában vagyunk. Nem hibátlannak és bűn nélkülinek kell lenni, hanem szentnek. És a szentség után következik az, hogy lehullanak rólunk a bűn bilincsei. Mit értek ez alatt? Valahol már elmondtam, de csak azért mondom el, mert valószínűleg kortársaim, akik itt ültök, 70 évesek, meg idősebbek, akik mindig bűnbánatba éltetek, rádöbbentetek valamire. Igaz, hogy menthetetlen bűnös vagyok, gyarló. De rádöbbentem, hogy én szent vagyok. Tudod, mi ez a szentség? Nem hibátlanság. Semmi se kellene már Isten nélkül. A világ legszebb nője. Pénz. Egyházi vagy világi karrier. Undor! Isten nélkül üres! Semmi nem kell, egy nap se kell Isten nélkül. Évek se kellenek már. Ez a szentség. Ez benned van. Ezért mondja Szent Pál a híveknek, nem azt mondja kedves hívek, hanem meghívott szentek. Szentnek lenni azt jelenti, hogy minden percben az Istenhez kapaszkodni. Mindig. És ez a kapaszkodás, ez az a magasabb szint, ahol lehullik rólunk a bűn, és lehullik rólunk a jó cselekedeteinknek a káprázata is. Testvérem, jogos egy bizonyos szempontból, mit keres ez itt? A kommunizmus vártott az egyháznak. Most meg itt ül velem a padban, be sem megyek a templomba. Van olyan sümegen, aki azt mondta, azért nem jár templomba, mert ilyenek járnak oda. Mondom, bűn, bocsánat, a templomba bűnösök, bűnbánó bűnösök járnak. Az igazak, a szentek, úgy látszik, idézőjelben szentek, azok az utcán futkosnak. Nem örülünk neki? Természetesen ne legyen egyházközségi elnök mindjárt. Nem lesz pappá szentelve. Találja meg a helyét. De az a boldogság, hogy itt van. És még vannak helyek itt a padokban, meg üres helyek itt. Miért nem hozol minden vasárnap valakit? Olyant, akinek itt van a helye, meg van keresztelve. Miért nem mondod, hogy itt van a helyed? Jogod van bejönni.
Ne szégyeld magadat, mert akkor mi szégyeljük magunkat, mert azt hiszed, hogy mi olyan jók vagyunk. Testvérek, itt van Saul esete, az előbb olvastuk. Igaz beszéd ez Jézus Krisztus azért tett, hogy üdvözítse a bűnösöket, akik között az első én vagyok. Ezt írja Timóteusnak, az utolsó apostol az első püspöknek, hogy a püspökök és papok megtanulják ezt. Mit tapasztalt Saul a damaszkuszi úton? Nem az, hogy egy fordulatot tett csupán. Nem az, hogy erkölcsileg eddig jó volt, és most jobb lett, vagy rossz volt, és jobb lett. Nem. Nem. Hanem még egyszer ennek, aki zsidónak megjelent az Úr. Pedig a mennybe menetelkor azt mondta, hogy ez beszünteti. És mit mondott neki? Nem az, hogy mit csinálsz, miért üldözöd az én híveimet, micsoda bűnt követsz te most el, hanem azt mondta, választott edényem vagy. Ne rúdalódz az ösztök ellen. Saul, szeretlek. Mert ez az, amit nem tudott elfelejteni. Azt el lehet felejteni, hogy a gyóntatószékbe feloldoztak. De ha oda úgy jössz ki, hogy nem a pap, hanem a Krisztus, aki téged akkor is szeret, ha bűnös vagy, akkor majd lehet, hogy megéljük azt, amit Szent Pál, hogy élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Merjetek magatokra úgy tekinteni, testvérek, hogy szentek vagytok, mert a szenthez, az Istenhez tartoztok. Senkihez nem tartoztok úgy, és ezt átélve szabadulunk meg a bűneinktől, gyarlóságainktól, de akkor meg már észre se veszünk. Mert az a szint, ahova most a két fiút fölemeli az atya, ahova Isten fölemeli az úgynevezett hűségeseket, meg a bűnösöket, ott a hűségesek már elfelejtik, hogy ők hűségesek voltak. Azt mondják, minden kegyelem. Én is tékozló voltam, csak nem mertem. Csak megóvott a kegyelem. A szentek ezen a szinten vannak. Olvassátok Moriák regényeit. Például a farizeus, ezt a farizeus katolikus asszony. Hogy a végén meg kell térnie. És meglátnia egy férfiban, aki ateistának és gonosznak és elvetéltnek gondolt, hogy Isten arra is rátekint, és ott van a hit csírája a szívében. Testvérek, a Szent Mise ez a szint. Nagyon szeretem, majd ki is tesszük a képét, mert restauráltattuk. Kortonai Szent Margitot, ferences volt. Szegény sorsú lány volt, és elment szolgálni egy földes úrnak. És persze a szeretője lett, és tudta, hogy ez bűn. Évek, talán évtized. És egy nap az ő ura, idézőjelbe, nem jött haza, csak a kutyája. És a kutya elvezette az erdőbe az urának az összerogott testéhez. És akkor rádöbbent, hogy ő bűnben élt. És kopogtatott a ferences testvéreknél, kisebb testvéreknél, fogadjatok fel bűnbánatra. Az a vezeklés, az a sírás, önostorozás, kegyetlen évek. És egyszer megjelent neki az Úr Jézus, és azt mondta, Margit, ne sírj, fölvettelek a szüzek rendjébe. Ezt Kortonai Margit nem találta ki. Mert a szüzesség az az Isten tisztasága bennünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában.